Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Magyarország YouTube csatornáján. Az én nevem Zsolt, talán nem merész kijelentés azt mondani, hogy jelenleg a Salmi kínálja a legjobb alternatívákat a középkategóriában. Népszerint a Mi 3-ról, illetve a Redmi Note 7-ről beszélünk. A két készülék sok mindenben hasonlít egymásra, de ugyanennyi helyzetben is különböznek egymástól, ráadásul az egyik Android vant, a másik pedig MIUI operációs rendszert futtat. Ebben a videóban segítünk egy kicsit eligazodni, hogy melyik készülék miért jobb választás, és egyébként is, hogy melyik készülék mit tud a valóságban. két középkategóriás telefonról beszélünk, tehát mind a kettő kék színárnyalatban került ide hozzám a Lurdi Mi -E store de látszik, hogy a Mia 3-nak különleges hátsó motivumai vannak, a Redmi Note 7 pedig ilyen színárnyalatos formában pompázik. A két telefon méretben is különbözik egymástól, ugye a Mia 3 az a Mi CC9e-nek az európai variánsa Android van operációs rendszerrel, de kényelmes nagyon fogni, hiszen 71,9 mm a szélessége, a Redmi a Redmi Note 7 egy picit méretesebb modell, a maga 75,2 mm-es szélességével, egy kicsit tehát talán jobb kézbe fogni a Mi A3-at, de vaskosabb, ellenben a Redmi Note 7 egy kicsit talán karcsúbb, Mind a kettőnek az előlapját Gorilla Glass 5 üveg védi a karcoktól, tehát biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz nagyon sérülékeny a két telefon, viszont a keretek különböző a két készüléknek, a Miya 3-nál alumínium, a Redmi Note 7-nél plastik, tehát műanyag körbeöleléssel találkozhatunk. Az infra, a dual-SIM képesség és a 3,5mm jack kimenet is adott mind a két telefon esetén. A hátlapra kukkantva komoly különbséget adódnak a két telefon között, Egyrészt a Redmi Note 7-nél ide került az újranyomott olvasó, kényelmes mutató ujja, tök jól elérhető és nagyon jól használható, a Mi A3-nál pedig az újranyomott olvasót a kijelzőbe építve találjuk meg, mind a kettő gyors, precíz, pontos működéssel bír, talán egy hajszányival a Redmi Note 7 gyorsabb ebből a szempontból viszont a Milyen 3-nak a hátlapján 3, a Redmi Note 7 hátulján pedig csak kettő kamera található, erről majd a későbbiekben ejtek szót. Na az előlapon is vannak különbségek. Mind a két telefon esetén a szenzor sziget az adott, de csak ilyen kis apró vízcsepp méretben, tehát nem zavaró mértékben. Ameddig a, a Mia 3-nál 32 megapixeles a selfie kamera, addig 13 megapixeles felbontásban csináltunk önképeket a Note 7-tel. A két telefon között a Note 7 a méretesebb kijelzővel rendelkező modell 6,3 hüvelykről beszélünk szemben a 6,1 hüvelykes A3 képernyővel, és itt HD plusz a felbontás, és pedig Full HD plusz. Mind a kettő jól olvasható a tartalom, és az előnye a Mi 3 nak hogy AMOLED kijelzős, a Redmi Note 7 pedig IPS, kültélen egy fokkal talán jobban látható az A3, de ugye felvontásban kisebb, mint a Redmi Note 7 Full HD plusz felvontású képernyője. A szempontból igazából főleg csak papíron van különbség a két telefon között. A Redmi Note 7-nél egy 14nm Snapdragon 660-as lapkaduruzsol belül, az A3-nál pedig már egy 11nm-es gyártástechnológiájú Snapdragon 665. Igazság szerint Adreno 512, illetve Adreno 610, Note 7, illetve A3 esetén a két grafikus gyorsító, 4 per 64 GB-os mind a kettőre ugyanaz jellemző és 8 magos a processzor is. A Geekbench-nek most már ötös elnevezésű tesztprogramja is van, és itt azért látszik, hogy csak marginális a differencia két telefon között, de hogyha a szintetikus tesztprogram négyes verzióját futtatjuk, akkor is igazából alig lehető fel különbség, egy picit talán az A3 jobb pontszámokat kapott, hiszen egy fejlettebb rendszerchipről beszélünk, de a játékokat nagyjából ugyanolyan sebességgel megnyitják, itt is egy pár tized vagy egy másodpercnyi különbség van, de egyáltalán nem számottevő. Na és akkor, amiben nagyon különbözik a két telefon, az az operációs rendszer. Legalábbis ez az első pont, amiben nagyon különböznek. Ugye Android One rendszer fut ezen a Mi A3 készüléken, ez egy gyári, módosítatlan, igazából a Google hasonló telefonjaira hajazó megoldás, tehát nincsenek külön programok, nincs különök felület, minden ugyanúgy néz ki, mint ahogy a Google kiadja a gyári Androidot, Nyilván ez is frissül, de a Redmi Note 7 is frissül, itt viszont MIUI rendszerrel találkozhatunk, ami azt jelenti, hogy mind a kettő Android, de itt a felület sokkal jobban személyre szabható a Note 7 esetén, tényleg a végletekig babrálhatunk mindennel a Redmi Note 7-nél, akármilyen beállítást konfigurálhatunk, de itt viszont az a jellemző, hogy nincsenek ilyen külön lehetőségek, nincsen túlbonyolítva a rendszer, nyugodtan használható, de mind a kettő bőven ki tudja szolgálni az embereket a mindennapokban. És a másik a kamera 3-as, illetve kamera 2-s. A Mi A3-nak a hátlapján egy 48, egy 8 és egy 2 megapixeles szenzort található, Ugyanez a Redmi Note esetén egy 48, illetve egy 5 megapixeles kamera, itt egy főegység van, illetve egy mélységélesség szenzor, a Mia 3-nál pedig egy főegység, egy nagylátószögű, illetve egy mélységélesség szenzor, tehát itt a nagylátószög az, ami mindenképpen előnyös a Mia 3-nak a, a, szempontjából. A kamera szoftver mind a kettőnél ugyanaz, illetve van 4K 30 fps-es felvétel is megegyezik a két telefon esetén. Fotózási képességeknél egyikben sem fogunk csalódni, nappal tök jól használhatók a felvételek, jó a vonalérség, a dinamika tartomány, a részlet, gazdagság. Nyilván nem tudjuk összehasonlítani az ultra nagy látószöget, hiszen az a Note 7 esetén nem áll rendelkezésre, de nappal mind a kettővel lehet nyugodtan kattingatni. Éjszaka azt a különbséget lehet megfigyelni a két telefon között, hogy talán a Mia 3 azért részletesebb felvételeket tud készíteni, illetve egy picit talán világosabb is, annak ellenére, hogy a rekeszértékben nincs differencia két szenzor között, illetve a Note 7-nél pedig a vaku az, ami erősebb, jobban be tudja világítani a környezetet, tehát összességében mind a két telefon jó éjszaka is, de talán egy picivel jobban Mia 3, vakuban pedig a Redmi Note 7 akkumulátornál az a helyzet, hogy a Mia 3 ban egy 4030, a Redmi Note 7 pedig egy 4000 mAh kapacitású akkumulátor kapott helyet, mind a kettő támogatja a 18 wattos gyors töltést, és mind a kettő dobozban 10 wattos töltőfej található. USB-C-n keresztül lehet telepumpálni az akkumulátort, és mind a Mi 3 mint pedig a Redmi Note 7 egy másfél kétnapos napos működésre egy feltöltéssel lazán képes, nyilván felhasználattól függően, illetve azt lehet észrevenni, hogy talán egy picikét a készen léti ideje jobb a Mi 3 nak egy-két százalékkal kevésbé merül, mint a Redmi Note 7, de ezt se veszük el észre igazából a mindennapokban. Adott kommunikáció szempontjából ugyanazt tudja a két telefon Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BDS támogatással, dual SIM képesség, illetve nyilván ott van az infraport is, valamint a két wifi, tehát mind a kettő bőven jó, és mind a kettő rendelkezik FM rádióval is. A Mia 3 az ára a Lourdes Mi és a Sami hu webshopban 69.900 forint, ellenben a Redmi Note 7 64.900 forintot kostál ugye ebben a két boltban. Én azt mondom, hogy ez az 5.000 forint, ez tényleg annyira kis különbség, hogy nem ezen érdemes rugózni, hogy az ember vásárláson töri a fejét. A Mia 3 egy kecsesebb, kicsit jobban kézbe fogható AMOLED kijelzős és három háromkamerás telefon, ami abszolút egyedülállónak mondható a közép kategóriában. A Redmi Note 7 pedig egy véletekig személyre szabható rendszerrel rendelkező, nagyon jó üzemidővel bíró, kellemes képességeket garantáló telefon, ami nagyon gyors, frissítésre az még mindenképpen jönni fog rá a későbbiekben, és tényleg jó használni a mindennapokban. Inkább a két telefon között a külső, illetve a rendszer az, ami különbözik, Android van, illetve MIUI felület az, ami, vagy rendszer az, amiről beszélhetünk itt, illetve nyilván a HD+, illetve a Full HD+, felbontás is különbséget jelent, de a milyen három legalább AMOLED kijelzővel rendelkezik. Hát remélem, hogy sikerült azért valamennyire megmutatni a két telefon közötti különbséget, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, plusz a Facebookra, Instagramra, és a samulife.hu olvasását se felejtsétek el. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!